Grüßgott! Itt van Budapesten a napokban Alexander van der Bellen, az osztrák államfő. Ennek apropóján azt kérdeztük a Magyarország gyűlés képviselőitől, hogy mit tanulhatna Ausztria Magyarországtól, vagy éppen fordítva. Hogyha aktualitásból indulunk ki, akkor a határozott határvédelmet, a dolgok nevén nevezését. Ugye emlékszünk arra, hogy az osztrákok voltak azok, akik azt mondták a kerítés helyett, hogy ők voltak éppen egy kaput építettek, aminek oldalszárnya is van, ha jól idézem ezt az abszurd megfogalmazást. Holott ugye kis késéssel, de ők is a határkerítést építettek aztán. Semmit. Egyáltalán semmit. Mi tanulhatunk Ausztriától, szerintem. Nyugat-Európának az értékeit is hogyan kellene betartani, meg egyáltalán az európai értékeket. Hát szerintem sok mindent tanulhatnak egymástól a népek, hogyha megvan a kellő nyitottság. Szerintem az osztrákok Magyarországtól nem tudom én, szabadságszeretetet, meg nem tudom én, hát kiállást, meg mi egymást. Tehát, határkerítés építést esetleg? Az például persze, de hát úgy látom, hogy az osztrákok már amúgy is egyébként jó úton vannak abba az irányba, hogy a magyar határoknak a védelméről példát vegyenek. Kitartást. Haza szeretetet, az ország védelmét, de azért náluk is nagyjából rendben vannak a dolgok. Mi is tanulhatunk tőlük. Mi? Ne haragudjon, sietek. Futballozni. Azok után is, hogy Andorrába így leégtünk? Hát, zsenik vagyunk, megmondta a miniszterelnök már előre. Hát aztán nem jött be, de van ilyen. És mi mit tanulhatnánk az osztrákoktól? Mondjuk az, hogy a... Hogy lehet rávenni arra az embereket, hogy a helyi parasztoktól vegyék a termékeiket? A közép-európai gondolkodást talán. Fontos szerintem az, hogy a hagyományos történelmi közép-európa, ebben Ausztria is benne van természetesen, meg benne vannak a visegrádi országok, meg azokon még túl egy kicsi, azok ismét bátran gondolkodjanak ebben a logikában, és lépjenek fel a saját érdekeikért. Például túlságosan elnyugatiasodott az osztrák gondolkodás akkor? Én nem így fogalmaztam, nem bírálni akarok, csak egy kérdésére egy ötletet adtam. Szerintem a közép-európai gondolat az érdemes arra, hogy tovább vigyük, érdemes arra, hogy újra gondoljuk, újra fogalmazzuk, és azért az nem véletlen, hogy évszázadokon keresztül ez egy egység volt, egy történelmi egység. Nyilván megvoltak a belső konfliktusai, háborúk, szabadságküzdelmek, érdekütközések, de ezekből mégis kijött egy olyan közép-európai régió, egy olyan közös kulturális terület, amit érdemes lenne szerintem újra megtölteni energiával, megtölteni új gondolatokkal. Azt hiszem, hogy kölcsönösen tanulhatunk egymástól a történelmünkből. Mind a ketten azt hiszem, hogy egymás iránti türelmet, megértést sokkal többet, mint amennyit egymás iránt tanúsítottunk. És nem utolsó sorban, amit Ausztria talán tőlünk tanulhatna, hogy azt a fajta nemzeti öntudatot, amit az utolsó 10 évben sikerült magunknak úgy érzem megszerezni, azt helyes, ha ők is megtartják, és helyes, hogyha az Európai Unión belül a saját érdekérvényesítést hozzánk hasonlóan megpróbálják nagyobb erővel megvalósítani. Sajnos azt gondolom, hogy jelen pillanatban inkább fordítva igaz ez, Magyarországnak lenne mit tanulni Ausztriától. Például azt, hogy olyan államfőt választottak, ha már az államfőnél tartunk, amelyik egy mérsékelt irányvonalat képvisel, és nem pedig a szélső jobbról sikerült megválasztani a jelöltet. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amit tanulhatunk Ausztriától. Tehát a kezdetekben volt egy kis bizonytalankodás, azóta volt egy kormányváltás, új kormányfő, és úgy látom, hogy belátták azt, hogy a magyar módszer meg a határoknak a lezárása az végül is az egyedüli út arra, hogy Európát és a saját országunknak az identitását megőrizze. És mi mit tanulhatnánk Ausztriától? Szorgalmat, rendet, szorgalmas munkát és az önérdeknek a kulturált érvényesítését például. Nálunk még ez nem így van. Tehát nálunk ez egy zárt világ. Hosszú idő nyilván, mire ezt valaki megszokja, hogy akkor lesz a fodrásznak megrendelése, hogyha a helyben levő parasztember is jól él, mert akkor elmegy hajat vágatni. Ebből még sokat kellene tanulnunk tőlük. Ez szerint akkor ön nem a szomszédnak adja el a kacsáit? Nem. Megesszük magunk.